Micsoda űrkutatás? Hát az nekem kínai! Mostantól nem, ugyanis eljött az űrkutatás magyarul csatorna, ahol mindent megtudhatsz a körülöttünk lévő univerzumról. Tanulhatsz a gravitációról, megtudhatod mekkora a fénysebessége, hogy hogyan érdemes kommunikálnunk az idegenekkel, vagy hogy hogyan jut először ember a holdra. Ő <laughs> a Marsra, a holdon már voltunk, vagy nem? Nézz körül az ingyenes videók között, és megtudod a választ. De ha az érdekel, hogyan szállt le a legújabb marsjáró, vagy az, hogy kik voltak az első űrturisták, vagy milyen problémával küzdött a Hubble, nos mindenre választ kapsz. Izgalmas, érthető, és persze mindez magyarul. Égés és termékekben gazdag csütörtök estét kívánunk mindenkinek. Ez itt az űrkutatás magyarú YouTube csatorna 34. élő közvetítése. Nem gondoltam volna, hogy egyszer idáig is eljutunk. Köszöntelek titeket, már itt vagyunk jó sokan a csedben. Kérlek, jelezetek vissza ilyenkor szokás szerint, hogy hallotok-e, elindult -e rendben az élőadás. Nem egyedül vagyok itt veletek, hanem természetesen állandó segítő barátom, Sidgan Pali is itt van. Szevasz, Pali, mi a helyzet? Hello, gyorsan még betömtem két falat rizskókot, te szereted a rizskókot? ha nincs benne gyümölcs, akkor igen, majd mazsola, nem van, 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 van. <laughs> igen, egyébként, na látod, mindig te bontod le magad körül a, a ne ismerjenek fel falakat, mert, igen. <laughs> mert így kihúzott belőlem ezt, hogy egyébként Gergő nem szereti a gyümölcsöket és a gyümölcslevet sem, de én már itt vele fantát is. <laughs> 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 így történt. Na jó, hát szép jó estét kívánok mindenkinek én is uh, itt a jubileumi 34. élő közvetítésben az Őrkéntes Magyaró csatornán. Miért gyűltünk ma itt össze, kedves emberek? Meg fogunk nézni egy indítást, egészen pontosan az amerikai Delta 4 Heavy-nek az utolsó indítását, ami egy katonai célú küldetés lesz egy rakéta indítás belül egy titkos katonai műholdat fognak pályára állítani. Az adásunkat körülbelül 40-45 percesre szánjuk, ha az égiek is úgy akarják, ugyanis az időjárás még akár beleszólhat az indításba. Hát reméljük, hogy nem lesz így, ha már uh, itt vagyunk, így uh, sokan, sokan nem is néztem, hogy Több miről Több százan már most. Szupi viszont uh, volt egy csetes uh, szavazás, of course, as always, uh -huh. és hát igazából mint a legtöbbször inkább így mondanám, nem mint mindig, de a legtöbbször azért szokott lenni egy csetes szavazás, és én arra szavaztam, hogy minden rendben fog menni. Én, én ez a hurrá optimista vagyok ma is. Igen, görgessétek föl az élő csetben a szavazást, és ti is tegyétek meg voksaitokat, mire tippeltek, mi lesz a mai menü. A részedről? Ő, nagyon bízom benne, hogy sikeres lesz az indítás, és remélem, hogy nem fognak halasztani. A rakéta már megvan tankolva, és semmilyen technikai problémával nem szembesültek idáig, úgyhogy ez jót jelent, viszont az időjárás itt az élőképen is lehet látni. Elég felhős, és ami még nagyobb baj, elég szeles odafönt, és emiatt akár még tolhatják is a startot, vagy akár meg is hiúsíthatják. Nagyon kedvelem pedig, amikor egy ilyen húsz. 20... Minden panelház elindul felfelé a világőrbe. Biztos, hogy de... látványos dolog lesz, ha megindul. <laughs> Jó, akkor viszont most van egy kis időnk még, beszélgessünk akkor mondjuk először inkább a küldetésre, aztán rátérhetünk magára a konstrukcióra is, uh -huh. de miről van szó, mert ha jól tudom, azért nem sok mindent tudunk a küldetésre. <laughs> Igen, tehát ugye ez egy titkos katonai küldetés lesz, a Nemzeti Felderítési Hivatalnak, az NRO-nak a katonai célú megbizotásáról van szó. Egy titkos katonai műhold fog pályára, alni. ezt az infogra infografikát egyébként Kovács Zsolt készítette a csatorna számára. A további rakítás tartalmait megtaláljátok az Instagramon, astro.kovacs néven. Mindig le akarom csekkolni, de mindig nézni. elfelejtem adás utánra. Már Twitter oldal is van, ott is lehet nem, keresni. Én most úgy azonnal rákeresek, bocsánat, folytasd közben, Keresjétek nem jelek rád, csak úgy szólok. Szóval egy, egy titkos katonai rakományról van szó. Amiről mindösszesen ennyit tudunk, ami itt látható a képen, ez konkrétan maga az n 70-es küldetésnek a hasznos terhe, amit, amit épp ráemelik a második fokozat tetejére, az arab terrel együtt. Természetesen le van takarva, sem a méretét nem tudjuk, sem a tömegét nem tudjuk, sem a céljait, sem a működési elvét, sem a műszereit, tulajdonképpen semmit nem tudunk róla de ez megszokott a titkos ö, szállítmányoknál, úgyhogy valószínűleg az indítás utolsó szakasz, hogy nem is fogják nekünk telemetriával mutatni, mert még a pálya is titkos, amire majd rá fog állni. De egyébként talán jó is ez így, hogy, hogy nem tudjuk, hogy miket lövöldöz fel a, az Egyesült Államok hadserege. Talán ez a békés nyugalom, persze nem vagyok üldözési mániás, meg nem hiszek a chemtrailben, meg az ilyenekben, de az azért egyértelmű, hogy a földlapos. Menjünk tovább! Nem, nem banál a lapunk? <laughs> ez, ez olyan, mint amikor a, a állítólag volt ilyen, a Amerikában még a tévézés Hős korszakában, hogy, hogy így bevillanjon egy perces -egy egy képkocka. Igen, ez volt tiltva, de valóban volt ilyen. Volt ez létező dolog? Most is egyébként villan be valami, lehet, hogy rólam egy egy kép, hogy kedveljenek, nem tudom. <laughs> Mozikban voltak ilyenek, ezt már betiltották az ilyesfajta reklámozási módszert. Jó. Na, tehát akkor ez ilyen. Ilyen beszélek, beszélek, lapos a föld, beszélek, tovább. <gül> <gül> igen, 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 igen. <laughs> Szépen elültetem a magat az agy agyukba. Jó, azt akkor nem tudjuk, hogy pontosan mit visz fel, egy katonai műholdat, legyen elég mindannyiunknak ennyi. Ö Viszont akkor tudunk egy kicsit bővebben beszélni a, a rakétáról. A rakétáról és a rakéta családról, ugyanis a delta rakéta családnak a múltja az egészen az 1950-es évekig húzódik vissza, mert ez egy kifejezetten régi rakéta család. Közben nem palit láthatjuk a, a, a kedves, kedves gyermekével, akire már volt szó az előző élő adásunkban. Úgyhogy át is menjek a következő képre. A Delta rakéta család, ez ugye a tor rakéta családból fejlődött ki, ez a Delta 1 tulajdonképpen, amit láthatunk a képen, ennél csúnyább rakétát én nem sokat láttam a történelme. Van még egy-kettő, ami tudna versenyezni vele, de ennél idiótább megoldást, nyilván a, a kinézetére gondolok, nem a műszaki megoldásait degradálom. Egy végbélkúp gyakorlatilag egy, egy, nagy, egy nagyon egy erős elnyújt, Igen, Egy nyújtott végbél. Kúp. Elég nagy tolóerővel rendelkező végbélkúp. De beadja magát, az a legjobb. Igen. Nem kell nedvesíteni. Szóval ezzel a rakétával olyan. Hát akkor, hogyha már itt tartunk, akkor olyan kellemetlen tárgyak is kijutottak a világűrbe, mint ez a 30 méter átmérőjű, felfújható gömb, az Echo műhold, amit ugye kijutott a világűrbe, akkor fújták föl, ez egy fémes burkolat volt, és pont azt tesztelte a NASA vele, hogy miként veri vissza a rádió a Földre. Egy elég fényes pont volt, fényesebb, mint olykor, olykor az ASS napjainkban, ahogy el sohan fölöttünk. Ugye ez a Delta 1-es rakéta. Bocs, ha már... Igen. Szóba jött, kb. most halad el fölöttünk az iss nem? Ö, egy fél, most fél óra múlva, múlva majd... 206... Igen, még nem menjetek ki, nem menjetek ki! Majd szólunk, <laughs> lesz egy elég fényes áthaladás kb. fél óra múlva, valószínűleg még adásban leszünk, úgyhogy majd meg fogjuk említeni, ha nem felejtjük el. Tehát a Delta rakéta család utána tovább fejlődött a Delta 2 vel a Delta 3-mal és a Delta 4 családdal, amivel nyilván most kell majd foglalkoznunk, de itt nagy vonalakban azért elmondom azt, hogy a Delta 2-es ami nyilván a kép bal oldalán látható, 1989-től 2018-ig volt szolgálatban, 155 küldetése volt a Delta 2-es rakéta család különböző variációinak összesen, a 155-ből pedig 153 sikeres küldetést teljesített, tehát egy kifejezetten jó arányjal rendelkező rakéta típus. Például Delta 2-es rakétával ért el a világűrt a Kepler űrteleszkóp, a Pathfinder, a Mars felszínét, ahogy a Spirit és az Opportunity marsjárók is Delta 2-es rakétákon utaztak a Mars felé. Ó, oh, yeah! Áldassék a Delta! Így van. Aztán tovább mentünk a Delta 3-ra, amit a kép közepén látható, az egy ilyen zsákutcás konstrukció lett végül. A Delta 2-est fejlesztették tovább, 1998-ban, 99-ben és 2000-ben összesen három darab startja volt három éven belül. Ebből a háromból kettő kudarcolt és egy fél siker. És, és ezzel tulajdonképpen a Delta 3 at el is kasszálták. Tehát, hogy akkor onnantól kezdve ö, nem is foglalkoztak vele, hanem fejlesztették az új nagy teherbírású Delta 4 et Mennyit dobtak ki a Delta 3 ra nagyságrendileg? Összegben? Aha. Hát ezt nehéz meg, megmondani, én azt gondolom, hogy, hogy az ő milliárdos tétel lehetett a fejlesztéssel együtt a teljes projekt. Mármint dollárban természetesen, természetesen. Jó, hát igen, de szerencsé, hogy nem került bele ebbe az anyagi spirálba, ugye, amiről szoktunk beszélni. Ha, ami a költségvetési spirál, igen. igen. Ami, ami a NASA-nál eléggé hétköznapi téma, hogy ha már ennyit beleraktunk, akkor próbáljuk már meg továbbvinni. Igen, igen, igen. No, és akkor tovább. Hát ugye a Delta 4 család, amit mm -hmm. itt is láthatunk az élő képeken múltbéli küldetésekről. Ugye ennek a Delta 4 családnak visszamegyek a, a diánkra. Ennek öt verziója van. Itt a kép jobb oldalán látható az öt különböző variáció. Viszont igazából csak négy, amit használtak belőle. Ha megtalálom a mutatómat, nagyon szétszórt vagy ma este, kérlek. Ez csak szépen. nehéz. A, a Delta 4 Medium, ugye ez a neve az első Igen. verziónak, gyorsító rakéták nélküli verzióban sosem repült. Tehát a, a Delta 4 Medium Plus, ezek a középsők, ezeknek már van gyorsító rakétájuk, szilárd hajtóanyagú gyorsító rakétákat alkalmaztak benne. E ezek viszont már repültek többször is. Mindjárt mondom, hogy pontosan milyen orányokkal rendelkeznek, mert sikerességi ráktával. Mindegyiket a Boeing kezdte meg a fejlesztését, a Boeing repülőgépgyár, de a United Launch Alliance, a ULA megvásárolta tőlük a Delta 4 médium, ugye ami legbaloldalt látható a nagyok közül, amit mondtam, hogy sosem repül, de mellette a 4.2-es verzió, aminek van két darab gyorsító rakitája az oldalán, az már több küldetést is teljesített. Az 5.2-es a mellette lévő, ami középen van, az ugye egy kicsit továbbfejlesztett második fokozatot kapott, tehát egy nagyobb teherbírású második fokozatot és nagyobb burk burkolatot is. Az első Aha. fokozat maga ugyanaz volt, és ennek két verziója volt. Az egyiken már a képen nem látszik, kettő darab szirágyorsítója volt, a másiknak pedig négy darab szirátgyorsító rakétája, ami nagyobb tehert le, volt képes nyilvánvalóan ö, földkörüli pályára állítani. És a vé, végső legerősebb ö, fokozat, az pedig legjobb oldalt, ez a három darab első fokozatból összecsatolt Delta 4 Heavy, ennek a startját fogjuk megnézni, remélhetőleg egy bő negyed óra múlva. Heavy Metal. Így van, Öl... így van kérdés egyébként, ez kizárólag teher űrhajónak született? Tehát, hogy soha nem volt szó róla, hogy emberes küldetésekre használják? Ez egy nagyon jó kérdés, és akkor előbb beszéljünk is, hogy hogy kicsit későbbre szántam, hogy, hogy milyen terheket vitt eddig a Delta 4 Heavy a világűrbe. De először nézzük meg, magát a, a konstrukciót, tehát hogy hogyan épül föl, mekkora, milyen hajtóanyagot használ, meg ezek a, a dögonalmas technikai paraméterek, amiket el ilyenkor azért darálni. Ilyenkor nyugodtan menjetek ki az erkélyre, amíg Gergő beszél, én is ezt teszem, és nézzük meg, akkor hátra látjuk az ISS szabad szemmel. Ö, itt középpen látható ez a Delta 4 Heavy, ez egy méretarányos ábra, mellette ugye az SLS Rakéta, vagy éppen a Falcon Heavy, aminek igazából a legközelebbi testvére a Delta mm -hmm. 4 heavy, az űrsiklóhoz is lehet viszonyítani, illetve az óriásokhoz. Itt a, a kedvencem a Saturn 5 rakét, amit az Apollo programban használtak, és a Starship méretaránya. Tehát egy viszonylag nagy ö, rakétáról van szó. Egész Bocsánat, pontosan... csak hogy, hogy ne, ne haladjunk el itt a, a heavy Aha. mellett. Tehát azért a konstrukció is elég hasonló. A nevük is elég hasonló. Igen. Érzek itt némi plágiumot a spacex javára, vagyis inkább, hogy, hogy nem, 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 nem volt ez így kicsit egyértelmű, hogy esetleg van benne valami áthallás a kettő között. Hát figyelj, a heavy az ugye azt jelenti, hogy, hogy, hogy nehéz, tehát ez nehéz, okay. egy, egy nehéz hordozó rakéta. beszélek tehát í németül, nyugodjál! Szóval, szóval innen kiindulva azért, tehát ennyi előbb a rakéta is, mindegyiket rakétának hívják, ez sem lopás, hiszen rakéta, és azért hívják nehéznek, mint a repülőgép, Peknél is heavy fokozatnak hívják a széles törzsű gépeket, tehát a nagy méretű gépeket. Ezt nem, nem, nem gondolnám lopásnak. Hát igazából csak arra gondoltam, hogy a kialakítása is nagyon hasonló. Az meg de én mondjuk, de megoldás. Mondjuk ez, ez, nem feltétlenül pejoratív mm, uh, jelző, hogy lopás. Tehát ez egyfajta tisztelgés, hogy oké, okay, ez egy jól működő konstrukció, akkor próbáljunk mi is egy ilyet építeni. Tehát én, én mondjuk így képzeltem volna. Tehát sok más dolog van, ami miatt egyébként Elon Musk fölött szívesen pálcát törnék, de nem egy ilyen miatt. Abszolút benne van a dologban, tehát nem ez az első, még a, a Delta 4 Heavy sem az első olyan rakéta vagy gyorsító eszköz, ami három darab azonos fokozat összecsatlakozásával készült el, vagy alkalmazzák, uh -huh. mert az Atlas rakétának is voltak ilyen variációi, tehát, hogy kilopott kitől, vagy hogy ezt egyáltalán nevezhetjük a lopásnak, ezt mindenki maga ítélje meg. A hasonlóság az valóban ö, fennáll a rakéták között. Jó, vissza tudod tenni még egy pillanatra ezt a képet? Bármelyiket val... az összehasonlítást? Aha, igen, igen, igen. Mert ott még én beléd is folytottam a szót, és ezért elnézést kérek. De szerintem nem is tudtuk végignézni, hogy akkor középen van ugye most hogy ha az mutató újad még megvan, megvan. Akkor, akkor tudjuk, és, és hogy közvetlen mellette egyel balra van. Így van. A említettem. fehér színnel a, a SpaceX-nek a Falcon Heavy-e. Ugye ez az egyedüli a Falcon 9 rakéta, ebből látunk a legtöbbet napjainkban, és ennek a, a megerősített verziója három darab első fokozattal a, a Falcon 9 Heavy, vagy Falcon Heavy. Aha. Ez, és ez fog most repülni a, a narancsárga és hogy milyen paraméterekkel rendelkezik a mostani szerkezetünk, az ebből az ábrából lehet talán a legjobban összesíteni. Ugye ez egy 72 méter magas óriás rakéta, három darab első fokozattal. A középső magfokozat az hidrogén és folyékony oxigén égetésével üzemel mind a három fokozat. Tehát itt nem szilárd hajtóanyagot használnak uh -huh. a gyorsítóknál, az oldalsó gyorsítóknál, hanem azok is folyékony üzemanyagot tartalmaznak. És egy külön érdekesség, hogy ez a felső rész mind a, mind a három fokozatnál, mind a három első fokozatnál, ebben van a folyékony oxigén, és ebben a hatalmasban van tele-tele euh, hidrogénnel. Tehát ugye a hidrogén jóval kisebb ö, atom, mint az oxigén, ezért sokkal többet pumpálnak bele a hajtóművekbe, mint oxigénből, és így, így ö, halad előre a rakéta. Van egy ö, második fokozata, értelemszerűen szintén hidrogént és oxigént éget. Itt a felső nagyobbik tartályban van itt is a hidrogén, és a kisebbik tartályban az oxigén, a tetején pedig a hasznos teher. Ö, hogy kicsit számokkal is. Ö, Ellásra a titeket, Kb. 28 tonna hasznos terhet képes egy indításnál földkörüli pályára állítani, és... Az hány elefánt? Igen, meg kéne nézni, <laughs> hogy az hány hány elefánt egész. Pontosan azt megnéztem... A nébi elefánt, igen. Megnéztem, hogy üresen a teljes rakéta az 26 tonna, uh -huh. és az, hogy pontosabban az e egy fokozat, a, a magfokozatból, az első fokozatokból a 26 tonna, és 200 tonna üzemanyagot pumpálnak bele. Most minden itt. És egyébként nagyon hasonlít az űrsiklónak a külső üzemanyag tartájára, nem véletlenül, hiszen a, az űrsiklók is hidrogént és oxigént alkalmaztak. Itt is úgy volt, hogy ez a fölső csepp alakú tartályban volt az oxigén, és az egész Aha. lentiben mindvégig hidrogén volt tankolva az a űrsiklók startjainál. És hasonlít egyébként az SLS rakétára is a szerkezet, nem véletlenül, hiszen annak a középső magfokozata meg az űrsikló külső üzemanyag tartájából fejlesztették ki, tehát itt is egy hidrogént és oxigént alkalmazó középső magfokozatról van szó. A narancsárga szín az pedig ugye a külső hővédő borítása, ami tulajdonképpen púrhab, tehát konkrétan púrhabbal van befújva, és ez a haba a napsugárzására besárgul tulajdonképpen oxidálódik, és ezért lesz ez a jellegzetes narancsárga színe ezeknek a rakétáknak. Ez tök oké, okay. mi is egy csomó mindent purhabbal oldunk meg, szóval igazából szinte űrtechnológiát használunk. Egész pontosan űrtechnológia, Közben egy pillantást vetek a csetre, és, és szeretném üdvözölni Roman Clementet, Kliment, jól, jól olvastam, ő 10 euróval azt mondja, hogy ezennel megkezdem a gyűjtést Gergő jegyére az űrugrásra. Köszönöm, Köszönöm jegyezzük! Arnold Vékony pedig 1,99, tehát majdnem kettő angol fonttal járult hozzá a mai adáshoz, neked is köszönjük szépen, és Seffer91 pedig Gemini támogatói szintre lépett, és ezt is nagyon üdvözöljük. Csak egy Uh -huh. Bővített mondatban elmondod a támogatói szinteket? Igen, csak közben megnyitottok mindenkit, az élőképen nem a mostani rakétaindítást látjuk, tehát nem ja, így az, így hogy és Igen, közben, közben így elment így a rakéta, leghamarabb 10 perc múlva fog elindulni, korábbi felvételeket láttunk visszatérni, el is vettem ott az élő ikont, mert, 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 mert ez, ez még nem az, nyugodjatok meg. Tehát alapvetően háromfajta uh, támogatói igen, kérdezték egy csejtben is többször, hogy hogyan lehet támogatni a csatorna működését, hogy melyik a jobb számunkra, hogyha a szuperköszönet, a tagság, vagy pedig Pétrionos támogatással éltek el. Anyagi megfontolásból a Pétrionos támogatás az, ami a legkevesebb jutalékot szedi le az adományaitokból, viszont a, a péltíronos adományért cserébe nem járnak azok a pluszok, mint a csatorna tagságnál, a YouTube csatorna tagság keretein belül, ahol előbb láthatjátok a érkező epizódokat, előbb láthatjátok az űrszóda az adásokat néhány nappal, ráadásul reklám megszakítás nélkül, tehát amíg csak a csatorna tagok számára elérhető, addig leveszek róla minden reklámot, hogy zavaró megszakítás nélkül láthassák. Tehát ez a Patreon támogatáson viszont nincs, de akárhogy támogattok, azt nagyon szépen köszönjük már, azt is, hogyha lájkoljátok a tartalmakat, akár ezt az élő adást is, amiben éppen vagyunk nyugodtan, dobjatok egy lájkot, vagy megosztjátok a közösségi platformokon, akár Facebookon, vagy Youtube-on továbbosztjátok a linket. Ezek hatalmas segítségek a csatorna felmaradásához, és ebben nagyon sokat tettetek azért, hogy lassan 107 ezer feliratkozóval rendelkezik követővel ez a csatorna. Kemény, egyébként a mai napig nehezen fogom fel ezt. Nyilván ez az egész, mondjuk úgy, hogy 99%-ban a te érdemed, de így, hogy bábáskodtam a csatorna születésénél, így az első időszakban, és, és emlékszem, hogy, hogy tényleg még csak páran voltunk feliratkozók, és, és nem is tudom, kettő év telt el összesen, és igen. jól számolom, és, és, és lett belőle ez a hatalmas nagy közösség, és és, na jó, ennyit a szentimentális pillanatokról, engem láthatok a képt, képernyőn. Most meg engem. Kicsit fújja a hajamat a szél. Igen. Gergő, neked viszont nagyon jól áll a rózsaszín. Azt jöny, Köszönöm. Na, lépjünk vissza egy picit a valóság mezeére. Uh -huh. Ott tartottunk, hogy végigvettük a Delta konstrukciót, és akkor ígértél egy olyat is, hogy egy kicsit így az adatokra rámegyünk az eddigi repüléseknek Aha. például a sikerességi rátája, ami szerintem egy mindenképpen, hogyha már ugye a Delta 3-nál annyira rossz volt az arány, akkor a, a, a négyes konstrukció hogy, hogy, szerepelt? A négyesnél már sokkal jobb az arány, ugye ez lesz a 16. repülése, tehát eddig 15-ször emelkedett a magasban. A 15-ből 14 sikeres volt, és a legelső indítás is fél siker volt. A legelső indításnál a, az első fokozatot, tehát a három darab első fokozat, pár másodperccel azelőtt állt le, miatt kifogyott volna az üzemanyagából egy, ö, inf, egy hiba miatt, technikai hiba miatt. És a második fokozat is néhány másodperccel korábban. Ez nem tűnt jelentősnek, de a, a kísérleti műhold, ami a tetejébe volt a legelső küldetésnél, az nem érte el az ideális magasságot. Föld pályán maradt, de jóval alacsonyabban. Tehát ez egy fél sikernek lehetett elkönyvelni. Utána viszont minden egyes küldetésén tökéletesen teljesített a Delta 4 Heavy, úgyhogy reméljük, hogy a 16. alkalommal is e, sikeres lesz a küldetés. 2004-ben volt ugye a legelső küldetése, tehát egy közel 20 éves e, múltal rendelkező rakétáról van szó. És nagyon sokszor katonai célokat szolgált ki, számszerűen a 16-ból 13-szor részben vagy teljes egészében katonai célú küldetést teljesített. De ezen kívül, a katonai célú küldetéseken kívül teljesített egy. Az Orion űrhajónak a legelső startját uh -huh. 2014-ben, ezt is élőben néztem decemberben, 2014 decemberében. Ugye az Orion kapszula ö, személyszállítása alkalmas űrhajó, de személyzet nélküli tesztjepülésen vett részt, akár csak például az Artemis 1 küldetésnél. Az Artemis 1-nél ugye megkerülte a holdat, ennél a 2014-es küldetésnél csak négy és fél órát került földkörüli pályára, és egy magasról visszatérve a hőpajzsot tesztelték. Körülbelül 6000 km-es magasságból zuhant vissza. Tehát volt olyan küldetés, amikor, amikor a képen is látható Orion űrhajó volt rajta, ugye kérdezhető személyszállítással akarták-e bevetni, akár arra is használható lett volna, tehát ugye az Orion is egy NASA projekt, eléggé költségvetés, paradoxon vagy spirálba kerül dolog, de 2018-ban például a Parker Solar Probe-ot, a, a napszondát is egy ilyen delta 4 heavyvel állították pályára, tehát nem csak katonai, de legtöbbször katonai célú küldetéseken vett részt ez a rakéta típus. És mielőtt rátérnénk arra, hogy hogy ugye ez lesz az utolsó repülése, és hogy miért nyugdíjazzák ezt a konstrukciót, uh -huh. azért így a csetbe belepillantva uh -huh. itt uh -huh. hoznék két. Hozzászólást. Beszedics Gábor írja, hogy Marci fiam nem hajlandó addig elaludni, amíg a rakéta el nem indul, szorítok, hogy időben kilőjék a rakétát. Szóval, Marci, izgulj velünk, néhány percet kell már csak várni. Reméljük. Ad, remélhetőleg. De bármi van, tud, hogy az alvás az egyik legjobb dolog az egész világon. Igen, és nagyon és föl nagy... fogod, föl fogod értékelni majd pár év Bár múlva. Illetve Erdélyi Gergely kérdezi, hogy a star, star, Starshiphez képest, a Starshiphez képest a Delta 4 heavy teljesítménye mennyiben különbözik? Starshiphez képest minden elenyésző, és erre mindjárt uh, ki is térek, de egy percen belül kiderül, hogy elindítják e a visszaszámlálót. Balra fent van egy négy perces visszaszámláló. Ha az elindul, akkor az azt jelenti, hogy, hogy jók vagyunk időjárásilag is. És mivel 45-re tervezik a startot, ezért 41-kor egy percen belül el kéne indulnia ott fönnt a visszaszámlálónak. A jobb főső sorokban azt írják, hogy go for launch, tehát hogy, hogy minden megfelelő. Úgyhogy reméljük, hogy uh, pár másodpercen belül elindul visszafelé a visszaszámláló. Szóval a Starshiphez képest minden elenyésző. Tehát ez egy olyan szörnyeteg, ami, ami, ami kis fejlesztés után, pár év fejlesztés után 150 tonnát lesz képes földkörüli pályára állítani, ugye ez 28-at tehát hogy össze lehet vetni, és a Starship újra felhasználható, ennek a semmelyik alkotó eleme sem új, újra felhasználható, és a starship hogyha föl, önfeláldozó módba repítik, ugye később olyan verziós lesz, ami nem tér vissza, hanem az utolsó cseppüzemanyagot is kipéselik magukból, Én akkor akár, módban a, vagyok, csak akár 200 tonnát, vagy a fölött is képes lesz majd földköli pályára állítani. Tehát a starship képest minden elenyésző. De akkor jól gondolom, hogy ez a spoiler része... Elindult hogy... visszafele a számnál úgyhogy hogy jók vagyunk. Ó, oh, yeah, na öröm hír, és akkor az azt jelenti, hogy már nem egész négy percünk van hátra. Így van, úgyhogy Marci most már maradj fönt. <laughs> Ennek a megállították az órát, gondol. tessék. Na. Csak, csak mondani kellett, és egyből megállították az órát. A mindenit. Van még rá esély szerint hogy elindul van. Újra az, az óra. Van, ugye indítási ablakunk egész 23 óra 51 percig van lehetőség. Ez a rossz hírünk a Rakok egy kis hangot rá, hogy. Holding van tartás. Az azt jelenti, hogy nem lefújták az indítást, hanem késleltetik még. Bármelyik pillanatban elindulhat újra a 4 perces visszaszámláló. De egyelőre még igen, nem, nem, nem nincsenek megfelelő kondíciók a, a felsőbb légköri szelekre utalva. Jó, mindegy, akkor most van egy kis időnk, a, a, a Papa András azt mondja, kimegyek, elszívok egy cigit, és meglocsolom a rózsákat. Hát így, 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 én ma megmetszettem a rózsákat. E, e, tehát azt akartam egyébként kérdezni, hogy, hogy költségvetés okay. az elég yeah. erősen hozzájárult akkor ahhoz ezek szerint, hogy, hogy ezt a konstrukciót kivonják a forgalomból. Igen, ez egy nagyon drága konstrukció, ez a Delta 4 Heavy. Ez azt jelenti, hogy, hogy küldetéstől függően 350, akár 440 millió dollárba kerülhetett egyetlen indítás. Ez hozzávetőlegesen 160 milliárd forint egyetlen indítás, nem véletlenül, hogy leginkább csak a katona, katonai hadsereg számára készített küldetéseket, vagy bonyolított leküldetéseket. És egy utódja, az pedig az a vulkán Centaur rakéta lesz, aminek láttuk már az első startját, ugye, amikor a Peregrint állította földkörüli pályára. Ennek a teherbírása, ami szintén a ULA új rakéta típusa, Körülbelül 27 tonna, tehát valamivel kevesebb, Aha. mint a, a Delta 4 heavy viszont a költségvetése, tehát egy indítási költség, az nagyjából a felére redukálódott 200 millió dollárra, úgyhogy, hát úgyhogy ez az, az, fel az, a le fogja váltani. Elnézhető az a minimális uh, rakomány differencia, uh -huh, uh -huh. Egy, hogyha fele annyiból is meg lehet oldani. Uh, egyébként uh, most jut eszembe, hogy volt mi nekünk már rakétabúcsúsztatásunk itt a csatornán. Rakétatípus búcsúztatás, igen. Uh -huh, Ez pedig. A, az Ariane 5. Ariane. Ezt akartam mondani. típust búcsúsztattuk, és azóta várjuk az Ariane 6-ot, hogy bemutatkozzon. De egyelőre no. az, az még nem történt meg. Közben én is nézem itt a Twittert a ULA oldalán. Ugyanez van, hogy holding, tehát tartáson vagyunk. Bármikor elindulhat a visszaszámláló, de, de ennél pontosabbat jelenleg nem tudunk mondani, hogy mikor, mikor, lesz a start. Egyébként csak, hogy még egy kicsit csigázzam a kedélyeket, hogy mennyi gyermek tart velünk egy ilyen, egyébként egy ilyen kultúrát esti adás, tehát egy már itt időben, a többit azt viszont nem merem kijelenteni, hogy mi is kultúrátak volnánk, de az esti adás az biztos. Iváncsik Attila írja, sziasztok, a 11 éves Bence, a 10 éves Bálint és a 6 éves Dóra is titeket néz, köszi a közvetítést. Hát mi köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Szevasztok, és... srácok, igen. Köszönjük, igen. megtisztelő, hogy, hogy veletek jaj, jó. együtt izgulhatjuk végig. És most már itt vagyunk tényleg ezren, tehát hogy, hogy nem gondoltam volna, hogy, hogy ennyien eljöttök, de ez egy történelmi dolog. Van egy ismerősöm, aki azt mondja, hogy, hogy mi az, hogy történelmi indítás, egy rakéta indítás sosem valósul meg kétszer, mindig más a teher, mindig más az útvonal, mindig más a az útvonal, tehát hogy mindegyik történelmi kvázi. Aha. Ez igaz, de ez a rakéta típus élőben sosem fogjátok újra látni, ahogy fölemelkedik. Első, ennek a rakéta típusnak van egy olyan jellegzetessége a start előtti pillanatokban, hogy a, a szivattyúk az üzemanyag pumpát, amikor elkezdik felpörgetni, azt hidrogénnal végzik, hidrogéngázzal, és ezért nagyon sok hidrogén szabadul ki alul a rakéta aljánál, és az, a begyújtás előtti pillanatban ilyen szikráztatókkal ezt begyújtják, fel, meg, begyújtják ezt az el, sublimáló vagy hogy mondjam, elpárolgó oxigént, és ezért egy hatalmas tűzgömb keletkezik, egy akkora hmm. tűzgömb, ami a rakéta tetejéig is föl mennek a lángcsóvák, Úgyhogy ez mindenképp egy látványos, de tervezett dolog. Úgyhogy ilyen dolgot élőben, ha csak mi ez, monitor képen is, de nem fogtok látni a jövőben soha többet. Már pedig itt van a négy éves Logan is, a 19 hónapos Erik, a kicsi Andor is nézi telefonon, és a, pedig a 13 és 16 éves gyermekekkel nézik együtt. Szóval igen, tehát hogy egy csomó kölökkel vagyunk itt, gyakorlatilag most már ideje lenne arra, hogy figyeljek a számra, hogy miért beszélek, most már érzem, hogy súlya van itt az egésznek. Gergő, azt mond meg nekem, hogy azért 23.51-ig van az indítási ablak. Milyen opciókat látsz most reálisnak jelen pillanatban, hogy, hogy belátható időn belül el tudjuk-e kezdeni. Hát ez csak az, a, időjárás, az ez csak az időjárási körülményeken múlik. Én nem gondolom, hogy egy maratoni 4-5 órás adást kéne csinálnunk, tehát hogyha el is húzzák 23 óra 50-ig, vagy 51-ig. Egy pillanat most beszélek angolul, meghallgatom. Elhalasztották az indítást I'm Andrea Lenhoff. And Igen, elhalasztották a mai indítást, tehát ma nem fog indulni a rakéta, ez most már egészen biztos. Hmm. Ö, De hogy. Ö, valami érdekes dolgot, akkor azért hagyjunk a végére. Azt elmondom nektek hogy pár percen belül viszont az ISS fog áthúzni Magyarország fölött. Úgyhogy ma már nem fog indulni a rakéta, valószínűleg holnap vagy hónap után lesz tartalék időpont, az időjárási kerülmények miatt halasztották a mai startot. Viszont az ISS az Budapestről, de majdnem hogy egész Magyarországról nagyon jól kivehető lesz időjárási tényezőktől függően nyilvánvalóan. Ö, menjetek ki és nézzétek meg, egész pontosan 19 óra 54 és 58 között fog áthaladni, tehát egy körülbelül 6 perc múlva lesz először látható. Holnapi nap folyamán még még nagyobb fényességgel, nagyjából ugyanebben az időpontban írjátok föl, holnap 19 óra 6 perc és 19 óra 12 perc között egy ilyen 6 perces átvonulás lesz látható. Úgyhogy, ha tehetitek, akkor menjetek ki a szabad ég alá, és nézzétek meg, mert ma rakétinitást nem fogunk látni. De, ha szerencsénk van, akkor holnap-holnap után ezt még bepótolhatjuk. És addig is megpróbálom megvigasztalni azokat, akik csalódottak. Például a 37 éves kis Mátét is. Nagyon várom én is, 84 évesen, Kata írja. Itt a 34 éves balázs is. És én is csalódott vagyok, de, de 59 de, évesen is. de ez hát, ilyen. Tehát tudjuk tercén. jól, hogy a rakéta indításoknál, ahogy mondtam, olyan pénzek forognak kockán, tehát ennél a küldetésnél is, cirka 150 milliárd forint, hogy, hogyha elég nagyok a szelek a felsőbb légkör értekbe, akkor nem fognak kockáztatni. Tehát akkor inkább betankolják az oxigént, hidrogént, és majd holnap, holnap után újra megpróbálják. Nem fognak kockáztatni, hogyha, hogyha erős a szél. Ez egyértelmű. És tehát itt még nem is az, hogy feltétlenül emberi életek vannak kockára téve, de valóban, tehát, hogy akkora összegekről van szó, amit nem kótyavetjélhetnek el. Tehát. Igen. De Na jó hát... bocsánat, csak még egy gondolat, uh -huh. hogy egy fapados repülő sem indul el addig, amíg nincsen százszerzalékosan rendben Pontosan. minden. Tehát, hogyha kell, akkor még fél órát ráhúznak, és előfordult már ilyen, lehet, hogy csak egy... Vagy akár töröltek cavar, járatokat, vagy hogyha olyanak a hóviszonyok, hogy hogy nem biztonságos. Így van. Lehet, hogy csak egy csavart kell meghúzni, de addig nem fog elindulni az a járat, amíg még nincsen még van, meghúzva még van, az így van, így van. a csavar. Szóval, ja, hát én is csalódott vagyok természetesen, hogyha olyan a szituáció, hogy újra össze tudunk gyűlni, akkor megígérhetjük azt, hogy újra össze fogunk gyűlni. Így van. Ennyit ígérhetünk nektek mindannyian. <laughs> Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok, köszönjük, hogy lájkoltátok az adást, megosztottátok az adást, a támogatásokat kiemelten köszöntjük, a szavazást azt most szépen lezárom. És, <gül> 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 és figyeljétek a csatornát, mert és nézd meg, 729 szavazat érkezett, és 74% azt mondta, hogy tökéletes indítást látunk, 19% mondta, hogy elhalasztják a startot, és technikai technikai hiba miatt egy robbanás 6%, szóval ez a maradék 80%, akik az elsőt és a hármat szavazták, azok fizetnek a 19%-nak egy sört. Igen. <laughs> Úgyhogy nagyon köszönjük, tényleg több mint ezren voltunk itt a legnagyobb izgalom pillanatában, de sajnos a legnagyobb izgalmak elmaradtak. Úgyhogy menjetek ki, mert tényleg három perc múlva jön az ASS, és nézzetek körbe az égbolton. Ó, oh, yeah! És vigyázzatok magatokra, és ami nagyon fontos, hogy szeressétek egymást. Jó éjszakát kívánok mindenkinek, puszi puszi. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!